Bogláron ismerkedtünk össze. Mindig szerettünk így körbeautostoppolni a Balaton körül, és valami előző turnus így az autostoppos gyerektársaságból az, ez azt hiszem 69-ben volt, vagy igen, felfedezték útközben a kápolnát, és akkor ők mondták, hogy van ott egy marha jó hely, kiállító hely lesz, és akkor a következő ilyen körbe kiránduláson én is ott beugrottam, és akkor már ott már volt is valami kiállítás, és ott ismerkedtünk meg. Szóval már preparálták valahogy az első kiállítást. Hát rengeteg dolgot csináltunk együtt, és valahogy nagyon sokat köszönhetek neki, hogy így ebbe a művész szakmába én bekapcsolódtam. Nagyon szerettem például, amikor egyszer meghívott, hogy játsszak a szobrain. És az nagyon, az jó volt, meg csináltunk egy telefonkoncertet még ilyen pre-computer időszakban. Az is egy nagyon kellemes, közös esemény volt, de mi találkoztunk ettől függetlenül, csináltunk újságokat, ilyen szamizdatokat együtt. Aktuális neve. Hát azt inkább ő csinálta, abban is valahogy úgy benne voltam néha, de csináltuk a Snob International-t is. És az is egy jó emlék. De hogy generálisan jó emlékeim vannak, meg szoktam látogatni néha, hogyha arra járok. Milyen érzés volt játszani a szobrain? Milyen érzés? Nagyszerű hangszerek. Szóval nem csak, hogy ilyen vidám kis tappancslábak, hanem prima hangszerek. És nagyon univerzális, sokféleképpen lehet őket megszólalta. Uh-huh. Teljesen improvizatív jelleggel. Én minden világ életemben benne voltam ebbe a születő zene dologba, úgyhogy mai napig. Úgyhogy azért merem mondani, hogy egy nagyszerű hangszert mutatott ott, vagyis adott lehetőséget, hogy játsszak rajtunk. Szuper szervezőnek tartom. És egy nagy megszállottnak. Szóval a kalappal én nagyon becsülöm, hogy megcsinálta ezt az Artkult ilyen nagy szorgalommal. Remélem, hogy most nem fogják egyszerre csak kidobni a szemétbe az egészet.